Egyre népszerűbb az asztali tenisz, gépes felvonulás, iskolafejlesztés mezőtúron, veterán autók találkozója. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 2-án 18 óra 5 perckor. Idén is megtartották a Szent István napi asztali tenisz versenyt, ami Szolnokról indult. Idén 30 éves a megmérettetés. A verseny szervezését, a részvételt nehezítette a járvány is, de a szakember bízik abban, hogy újra a régi fényében tündököl majd a verseny, amelyen lehetőséget biztosítottak az utánpótlás korosztályú fiataloknak és a felnőtteknek is. Utóbbinál két kategóriában, a megyei első osztályú vagy amatőr szintig, és a felett az NB1-es kategóriában 60-70 nevezéssel. Öröklött verseny, hiszen Szolnokról indult valamikor, 30 évvel ezelőtt, és kb. 8 éve van, hogy Karcag rendezi. Ez egy valamikori nagy hírű és nagy létszámú verseny volt, aztán én azt gondolom, ezt a sorozatot is elérte az a probléma, hogy egyre kevesebb versenyző van, egyre nehezebb versenyeket szervezni. Én azt gondolom, a versenyek szervezését meg a részvételt egy kicsit megnehezítette, vagy lerontotta a járvány. Hát ki kell heverni ezt, és akkor bízunk benne, hogy a régi fényében tündököl majd ez a sok verseny, mert nem csak mi küzdünk ezzel a gonddal, hanem vannak máshol is ilyen problémák. Összességében tegnap egy olyan versenyt rendeztünk, ahol lehetőséget biztosítottunk az utánpótlás korosztályú fiataloknak és természetesen a felnőtteknek is, a felnőtteknél pedig két kategóriában, a megyei első osztályú vagy amatőr szintig, és a felett az NB-s kategóriában. Hát egy olyan 60-70 nevezés érkezett, voltak természetesen átfedések, de összességében mindenki nagyon jól érezte magát, jó hangulatú volt a verseny, és hát a legjobb 8 között már, ott azért NB3-as, NB2-es szintű játékosok szerepeltek, tehát aki szereti ezt a sportot, az igazán láthatott csemegét is. Karcagiak indultak a legnagyobb létszámban. A férfi megyei amatőr kategóriában Dobó István aranyérmet szerzett, kiválóan szerepelt Dobra István, aki nagy küzdelemmel szorult a második helyre. Első helyet szerzett párosban Takács István és Ágoston István. Karcagiak nagyon szép eredményt értek el. Azt gondolom, nem is volt mostanában ilyen. A megyei amatőr kategóriában Dobó Pista aranyérmet szerzett, ami egy szenzációs eredmény, hiszen NB3-as, NB2-es versenyzőkön lépett túl, vagy jutott túl, és kiválóan szerepel Dobrai Pisti, aki pedig az NB-s, tehát a magasabb kategóriában nagyon nagy küzdelemben szorult a második helyre. Ezen felül első helyet szerzett Takács Pista és Ágoston István, aki új szerzeményünk, vagy új igazolásunk már az NB2-es csapathoz. Ők párban erősek voltak, és szerencsére nyerték a versenyt. A Nagy Jenő emlékversennyel emléket állítottak egy nagyszerű sportembernek, a karcagi pingpong elindítójának és legjobbjának. Ezt minden évben meg kell szervezni, hiszen emléket állítani egy nagyszerű sportembernek az azt gondolom mindig fontos dolog, hiszen hát ha van történelme Karcagnak, már pedig van, a sporttörténelmen belül fontos az, hogy megemlékezzünk nagyjainkról. És hát aki már egy kicsit ismeri az asztali tenisz sportot, ő tudja, hogy a Csokai István Nagy Jenő páros az elválaszthatatlan, hiszen ők ketten juttatták, vagy vitték mondhatni a csillagokba annak idején a karcagi asztali teniszt, és fantasztikus eredményeket értek el. Mi szeretnénk megközelíteni, elérni szerintem nem tudjuk, de megközelíteni szeretnénk azt a szintet, és én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, vagy jó helyzetben vagyunk, hiszen két szezonon keresztül NB1-es csapatunk volt, ami nagyon nagy dolog, és ilyen nem volt még karcagon, még más sportágban sem, úgy tudom. És hát a mai versennyel pedig megemlékezünk Nagy Jenőről, aki egy kiváló sportember,
amellett kiváló pedagógus is volt. A versenyt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg, és kívánt a nagy elődökhöz méltó, izgalmas versenyzést és sok sikert a karcagiaknak és a vidéki indulóknak is. Városunkban évek óta hagyomány az arató felvonulás. Most is így volt ez. Szepesi Tibor polgármester is végigment egy részén a menettel. Évek óta visszatérő rendezvény ez a városban. Mindenki nagyon várja a felvonulást, mely az évek folyamán picit átalakult, mint ahogy az élet is a 21. században. A 20. század elején ugye Darányi Ignác rendelte el a rendeletben a arató felvonulásokat, és hát természetesen azóta is azokon a területeken, ahol ez immár hagyomány, folyamatosan megtartják. Ugye először lovaskocsival kezdődött a felvonulás Karcagon is, aztán természetesen, ahogy a gépesítés beindult, egyre inkább a gépek vették át az arató felvonuláson a helyet, és így most már Karcagon is gyakorlatilag 30 fölötti az a gép létszám, ahol traktorok, kombájnok, aratógépek és különböző mezőgazdasági eszközöket maguk után vontatva megmutatják magukat, megmutatják azt a technikai tudást, azt a technikai csodát, amellyel ők rendelkeznek. Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor új kenyérrel köszönte meg a felvonulóknak a részvételt. Ez egy 82 lóerős semtézi, a szürke színe van, a gazdaságnak legnagyobb részét ő viszi. Hát ezzel talajmunkázunk, vetünk egy pici szántás, de van egy nagyobb gép, ami a lényeget elintézi. Az első idei búzából őrölt lisztből készült friss kenyeret kapták a felvonulók, megköszönve a közreműködést. A magyar állam és az Európai Unió támogatásával több mint 500 ezer forintból újulhatott meg a Klik mezőtúri intézménye. A karcagi tankerületi központ sikeresen pályázott az emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében. A mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola infrastrukturális fejlesztésére. A magyar állam és az Európai Unió támogatásával 536.723.351 forintból újulhatott meg az intézmény. A 16 tantermes főépület 1980-ban épült, a régebbi épületekben 1908 óta folyik tanítás. Az iskola felújításánál kiemelten fontos volt az energiatakarékos és korszerű köznevelési intézmény kialakítása, az intézmény akadálymentessé tétele, modernizációja, a műszaki színvonal emelése, fizikai állagának javítása, a kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltak teljesítése. Felújította az épület teljes víz- és csatorna hálózatát és épületgépészetét. Az iskola fűtésrendszere is megújult a korszerű radiátorok felszerelésével. Megtörtént a tetőszerkezet vízszigetelése gumilemezes technológiával. Elkészült a külső hőszigetelés, és újra kék színt kapott az iskola. A tornatermi épületrészben megtörtént a balesetveszélyes kapcsolószekrény cseréje. Elvégezték az elektromos hálózat felülvizsgálatát az iskola teljes alapterületét tekintve. A tantermekben és tornateremben kifestették a falakat és új burkolatot raktak le. A vizes blokkokat újra csempészték, kicserélték a szanitereket. Mosdókat alakítottak ki minden szinten a mozgáskorlátozottak részére is. Elkészült a természettudományos szaktanterem teljes átalakítása. Kialakításra került a nyelvi labor is, új laptopokkal ellátva. A már meglévő informatikai szaktanterem új bútorokat kapott. A 38-as épületben megújult a táncterem és a folyosó. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához fejlesztő szobát alakítottak ki, ahol a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók vehetnek részt fejlesztő foglalkozásokon.
A 72 ablakot, a bejárati ajtókat és a tornaterem kopolit üvegezését három rétegű üvegezéssel ellátott korszerű műanyag nyílászárókra cserélték. A fejlesztés során megújított tornateremben a tanulókat világosabb, korszerű fűtéssel ellátott, új sporteszközökkel felszerelt terem várja a testnevelés órákon és alprogrami órákon. Megújult a tanári szoba, átalakították a titkárság igazgatói igazgatóhelyettesi szobákat. Pedagógusaink számára a kiemelkedő színvonalú munkafeltételek, egészséges környezet biztosítása érdekében felújították és új bútorokkal látták el a tanári szobát. Akadálymentesítették a bejáratokat, és liftet építettek az épülethez. A látássérültek épületen belüli közlekedését vezetősávokkal segítik. A folyosók megújultak, új linoleumra cserélték a régi, töredezett burkolatot, és új, nyitott részek kerültek kialakításra. A streetball pálya zökkenőmentes térkő burkolatot kapott, az udvar többi részén az összerepedezett aszfaltot eltávolították és újra aszfaltozták. Az iskola udvarán elhelyezésre kerültek újabb padok, gyerekjátékok és szabadtéri sporteszközök, melyekkel a szünetekben és szabadidős foglalkozásokon biztosítják a feltételeket a kikapcsolódáshoz. A 38-as és a 40-es épületben is megújultak a tantermek, folyosók és a vízes blokk is, a 40-es épület ablakait műanyag nyílászárókra cserélték. Iskolánk örökös ökoiskola és akkreditált kiváló tehetségpontként is működik, ezért kiemelt feladataink közé tartozik a diákok környezettudatos nevelése, az energiatudatos szemléletformálás. Tanóráinkon és tanórán kívüli tevékenységek során témaheteken, versenyeken, pályázatokban és jeles napokhoz kapcsolódó események segítségével valósítják ezt meg. A felzárkóztató, fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások az infrastruktúrális fejlesztés eredményeképpen már korszerűbb, megújult környezetben növelhetik a tanulók belső motivációját. A fejlesztés eredményeképpen az iskolai felzárkóztatás, tehetségazonosítás és tehetségfejlesztés körében is új lehetőségek nyíltak. A nevelőtestület tagjai elsajátították és két éve már intézményesítették a komplex alapprogram módszerét, folyamatosan alkalmazzák a kooperatív tanulás tanítás eszközeit. A projekt módszer alkalmazása tanórákon és azon kívül is segíti a tanulók motiválását, aktiválását. Egy újfajta tanár-diák kapcsolat erősíti a gyerekek kötődését az iskolához, elősegíti az egymástól való tanulás lehetőségét. Az iskola nehezen haladó tanulók felzárkóztatását differenciálással, korrepetálással, képességfejlesztéssel, napközis foglalkozásokkal segíti. Az integrált ellátásban résztvevő eseni és BTMN gyermekek a többi tanulóval együtt vesznek részt a nevelési-oktatási folyamatban. Fejlesztésüket a gyógypedagógus, logopédus és a többségi pedagógusok segítik. A pedagógusok tervezési dokumentumaikban külön hangsúlyt fektetnek a nehezebben haladók, a BTMN, az eseni tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók beazonosításra kerülnek, nyomon követik a teljesítményüket, fejlődésüket, részükre a segítségnyújtás folyamatos. Az iskolánkban dolgozó pedagógusok számára motiválóbb környezetet biztosítottunk magas színvonalú nevelő-oktató munkájuk ellátásához. A projekt sikeréhez hozzájárult, hogy a pedagógusokon és tanulókon kívül a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, valamint az intézményi működtetés területén tevékenykedő munkatársak is magukénak érzik az iskolát. A fejlesztés hozzájárul továbbá az iskola kedvező megítéléséhez, a helyi igények kielégítéséhez, a karcagi tankerületi központ intézményeinek gazdaságosabb fenntartásához. 9. alkalommal találkoztak a veterán és különleges járművek Tiszaőrsön, a községi sportpályán.
Évről évre ezreket vonzott a településre a program, amelyet tavaly a koronavírus járvány miatt végül nem szerveztek meg. Idén számos jármű ritkaság felvonult Tiszaörsön, a fából készült autótól a motorokon és Trabanton át egészen az oldtimerekig, mint a Lincoln Continental. Nagy sikere volt a kamion és munkagép modellező bemutatónak, ahol a valóságos gépek méret arányosan kicsinyített másaival mutatták be számos földmunka szállítási és rakodási munka folyamatát. Napközben népzenei és néptánc bemutató, Mautner Zsófi gasztronómiai előadása, kirakodó vásár, játszóház, ugrálóvár és koncertek várták a kilátogatókat. Most is nagy hangsúlyt fektettek a fesztivál gasztronómiai részére, kóstolójegy ellenében számos finomságból választhattak a résztvevők a birkától a babgulyásig. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!